Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Barta Tusek Nibolya vagyok, PPH igazgató. Barta Tusek János vagyok, szintén PPH igazgató. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Eredendően a PPH előtti foglalkozásom elsősorban vasesztergás volt, aztán sofőré váltam, azt hozta a sors, meg azt is szerettem volna, de egy idő után kiderült, hogy ezek a dolgok nem fekszenek igazán, meg szerettem volna valami többet elérni az életbe. És ebből lett az, hogy a spirituális útra kerültünk a feleségemmel, ami több 10 éve tart, azt lehet mondani, és 7 éve vagyunk PPH-sok, idejöttünk tanulónak, mint hogy látok most újakat, ugyanígy csináltuk mi is. Sőt, még ennél azt hiszem távolabb is voltam fejben, mint ahogy ti már itt vagytok. Gyulán élünk, családi helyzetem mellettem áll a feleségem, és a Nyílt Akadémián azért kezdtem el tanulni, mert hosszas keresés után találtam egy olyan mestert, akire úgy éreztem, hogy igazából lehet hallgatni, és ad nekem olyan megoldásokat, amiket valóban tudok használni az életben, ráadásul nem válok tőle függővé, mint ahogy más mesterektől ez volt régebben. És ez egy óriási dolog szerintem ebben az egész PPH-ban, hogy olyanná válhatsz, mint maga Szedlacsik Miklós. Még akkor is, ha most vagy itt először. És még el sem hiszed ezt magadról. Hát egy ilyen utat kínálunk mindenkinek. És a Nyílt Akadémia ember és életjobbító képzései által lett jobb a mi életünk, azt lehet mondani, sokkal-sokkal jobb lett. És ezt így örömmel tudom mondani, így pont a kezdet-kezdetén. Kicsit te kezdsz rajta? Hogy te is beszélni akarsz erről. Akkor te jössz. Egy pár gondolatot én is elmondanám. PPH előtt foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem. Mára már viszont a PPH tanulócsapat szervezésével foglalkozunk főtevékenységben. Gyulán élünk. Van egy 13 éves, 14 éves már most már kislányunk. Én azért kezdtem el a Nyílt Akadémián tanulást, mert megtaláltam azt a helyet, ahol helyre tudtam hozni az életem minden területét. És egyben megtaláltam azt az embert, aki valóban azért van itt ezen a földön, hogy átadja nekünk azt a tudást, amivel egy boldog életet tudunk élni. És ez számomra nagyon fontos volt, hogy tényleg olyan módszereket tudjak kapni, olyan tudást, amivel, amit be tudok építeni az életembe, és ez nagyon fontos szerintem. És meg persze igazából a párom kezdte el hamarabb, és láttam rajta is a változást, és azt mondtam, hogy igen, az az ember, aki nekünk meg tudja adni azt az életet, azt az életminőséget a tanításai által, hogy nekem itt a helyem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása és képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Erről már sokan megbizonyosodtak, tehát ezt nem a levegőben mondjuk. Nézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk. A vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon, és egyébként ez folyamatosan bővül, ez a rengeteg információ. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Küldetése: az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy én is tartsa meg a mai első előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagy elégedett a jelenlegi világgal? Mi baj van a jelenlegi világgal?
Hát hogyha én visszagondolok ugye arra az időszakra, amikor én voltam fiatal, mondjuk legény vagy fiatal házas, hát ahhoz képest hát egy sokkal rosszabb világ van, tehát sokkal, de sokkal rosszabb világ. Bár lehet, hogy a fiatalok azt gondolták, hogy az volt a rossz világ, mert akkor elnyomás volt. Az az elnyomás a mostani elnyomáshoz képest nudli volt. Csak ugye a fiatalokat felvilágosítanám ebben kapcsolatban, hogy az információjuk a 70-es, 80-as évekről, a szocializmusról téves, tehát az az elnyomás az közel nem volt olyan, mint ami most van az elmúlt években. És ugye most megyünk éppen egy olyan fajta világ felé, ahol már nem az lesz, mint ami volt 2020-ig, hogy könnyedén vásároltál bármit pillanatok alatt, tehát ez a világ is tovatűnőben van, ami azt jelenti, hogy hasonló lesz ebben a helyzetben, mint ami volt mondjuk a 70-es években, hogy lehetett azért kapni, amire az embernek szüksége volt, de nem volt nagy választék. És nem tudott nagy választékot csinálni, vagy várni kellett arra, hogy az ember valamit megkapjon. És miért megyünk ilyen világ felé? Mert megtapasztalták azt a gyártók, hogy egy, ugye olyan mértékre dolgoztak raktárra, hogy közben az a termék már nem időbe ment el, és ezáltal az értéke csökkent, mert annál már a technológia jobb terméket hozott létre. Tehát magyarul annyit gyártottak raktárra, hogy egyszerűen nem tudták eladni időben a raktárban lévő termékeket, és mire eladták, addigra már ugye a nagyon gyors fejlődés miatt hát elavulttá kezdett válni az a termék, és csak olcsóbban tudták eladni, de az meg ugye a gyártóknak veszteség. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy ugye a raktára gyártott termékek, amíg nincs abból bevétel, a raktározás által csak pénzbe kerül. És ugye rájöttek lassan arra, mint ami volt a szocializmusban, hogy akkor nem termeltek raktára, hanem nagyon kevés termék, hát nem voltak ilyen nagy raktár házak, épületek, raktáráruházak meg egyáltalán nem voltak. Egy-két raktáráruház volt, de az ritka volt. Volt ilyen, de ritka. És gyakorlatilag ezáltal ugye olcsóbb illetve nagyobb a haszon, és olcsóbb a gyártás meg a raktározás, tehát maga az előállítás olcsóbb a gyártóknak. Tehát nem az a lényeg, hogy megértsd, hogy mennyiért veszed meg a terméket, hanem az a lényeg, hogy mennyibe kerül onnantól, hogy elkezdenek gyártani valamit, odáig, hogy eladják, mennyibe kerül a gyártónak. Ez a lényeg. Nem tudom, világos-e. És ugye az a törekvés, hogy onnantól, hogy elkezdik gyártani, és odáig, hogy eladják, az jóval kevesebbe kerüljön, mint esetleg eddig, mert ugye raktároztak. Na most ráadásul ugye lesz egy ilyen probléma, ez már elindult, hogy az embereknek a pénzük értéke kisebb lesz, ezért a vásárló értékük az embereknek kisebb lesz, tehát ami azt jelenti, hogy kevesebbet tudnak vásárolni, tehát gyakorlatilag nem lesz szükség annyi termékre, mert nem tudnak annyit vásárolni majd az emberek, és ezáltal megint csak az a probléma, hogyha túlságosan sokat gyártanak, és nem tudják eladni, akkor gyakorlatilag óriási veszteségeket gyártanak maguknak,
a gyártók. Tehát ez, amit én most elmondtam, ez teljesen logikus dolog, ezt nyugodtan kikövetkeztetheti bárki, és ennek következtében az lesz, hogy egyre kevesebb terméket fognak raktárra termelni. Hát gondoljátok végig, egy termék régen ki lett bocsájtva a piacra, és lehet, hogy még 15-20 év múlva is ugyanazt a típust gyártották. Most, hát gyakorlatilag vannak olyan termékek, ami pár hónapig gyártják ugyanazt a típust, és már áttérnek egy másik termékre. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabb a technológiai fejlődés, mint ezelőtt mondjuk 40-50 évvel. És ugye, hogyha ebben jobban belenéztünk volna ebbe a dologba, a technológiai fejlődés felgyorsulása miatt, akkor ezt előre lehetett volna látni, hogy előbb-utóbb egyre kevesebb terméket fognak raktárra gyártani, tehát ez azt jelenti majd, hogy megrendelsz valamilyen terméket, legyártják neked, majd utána kiszállítják. És ezt nem tudom, kezded el látni. Hogyha például interneten rendelsz terméket, már nem úgy van, hogy minden ott van raktáron, hanem mindenütt várni kell, hogy egyszerűen beérkezzen az internetes céghez, amely kiküldi neked, és ezáltal ugye már nem egy-két napon belül kapod meg a termékek javát, hanem mit tudom én, egy-két hét, vagy még több. Oké? És ez régen így volt, régen nem gyártottak raktárra, és ez nekünk nem szokatlan, de akik ezt nem élték meg a 70-es, 80-as években, azoknak lehet, hogy egy kicsit szokatlan lesz. Na arról nem is beszélve, hogy ugye egy olyan világot élünk, ahol ez a pénzromlás, ami elindult, ez ugye éves szinten olyan 20-25%-os pénzromlás, annak ellenére, hogy azt mondják, hogy olyan 8,5% az infláció, ami ahhoz képest, hogy volt 2%, ahhoz képest egy kicsit azért több. De lényeg az, hogy mondom, ez a 20-25%-os infláció azt jelenti, hogy a legtöbb termékhez képest a pénznek az értéke az csökkent. Tehát a legtöbb termék az 20-25%-kal gyakorlatilag többe fog kerülni. Na most mennyi körülbelül a fizetésemelkedés? Hát hogyha az több mint mondjuk 5%, az egy nagyon jó fizetésemelkedés éves szinten, és ha van mondjuk egy 25%-os infláció, akkor gyakorlatilag mondjuk egy év múlva 20%-kal kevesebb terméket tudsz vásárolni ugyanazért a pénzedért. Nem tudom, elég világos voltam-e. Na most ez elkerülhetetlen, hogy így legyen. Erről én már sokat beszéltem, hogy miért. Ez két dolog miatt. Az egyik dolog, hogy a fejlett országokban nagyon sok a nyugdíjas, akit el kell tartani. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy el vannak adósodva az országok és az emberek. Ez a két probléma. És ennek következménye az, hogy romlik ilyen mértékben elkezdett romlani a pénz, nem csak a forint, hanem gyakorlatilag minden valuta, kisebb-nagyobb mértékben. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világba jutottunk, ahol nem könnyebb lesz az élet, te az legtöbb embernek, hanem nehezebb. Na most mit lehet tenni ilyen időszakban? Hát ezt mondhatnánk azt, hogy ez egy törvényszerűség, hogy ide kellett jutni. Az összes profécia, ami a jövőről jóslatokat mond, ezt mondja, hogy az emberiség ide fog jutni. Egy olyan helyzetbe, ahol ugye amit az emberek nagy része nem boldogan fog megélni, hanem boldogtalanul. És ez most nem ijesztgetés, hanem,
Ha nem látod ezeket a tényeket, akkor vak vagy, nem tudok mást mondani. Hát akkor vak vagy. És ugye nem csak azt kell nézni, hogy az adott személy, esetleg mit tudom én mondjuk, vannak olyan vállalkozók vagy cégek, vagy cégvezetők, cégtulajdonosok, inkább úgy mondanám, akiknek ugye nem számít ez a probléma, mert a jövedelmük gyarapodása az mondjuk nagyobb mértékben gyarapodott egy év alatt, mint amennyi az infláció. És nekik aztán tök mindegy. De vannak olyan, de az emberek többsége nem ilyen. És ez úgy működik az ember, hogy ebben világos, tisztában legyünk, hogyha a környezetedben lévő emberek, akikkel kommunikációban vagy, nem boldogok, akkor valószínű a boldogtalanságuk rád is fog hatni. Oké? Tehát így működik az ember. És ugye minél több ember a környezetedben nem boldog, annál inkább te sem lesz boldog, annál attól függetlenül, hogy mit tudom én, anyagilag rendben vagy akkor is, hogyha bármekkora infláció van. Na most ha ezt tovább nézzük ezt a dolgot, mi a megoldás? Hát mi a megoldás? Tehát évek óta, hát körülbelül 12 éve biztos, hogy mondom, mióta elkezdtem az ilyen típusú képzéseket, ugye előtte is tartottam képzéseket, de az ilyen típusú képzéseket kizárólag vezető embereknek tartottam, tehát vezetőknek tartottam. Tehát amióta ugye nem csak vezetőknek tartok ilyen típusú képzéseket, milyen típusút? Nem amiről most beszélek, hanem ami a második részben lesz. Jó, mert csak egy egyszerű tájékoztató, mindig arról, hogy mi van és mi várható. Ugye erről tájékoztatom az embereket. Az, hogy mi várható, valahogy ez 20 éve vagy 25 éve bejön. Értitek? Tehát 20-25 éve mondom azt, hogy mi várható, és nem tévedtem még ezen a téren. Tehát az nem kevés idő. És tehát mindig beszéltem olyan dolgokról, mondom olyan 25 éve, hogy mi várható, de ugye most már olyan képzést is tartok, amit régen kizárólag a vezetőknek tartottam, és ezt most már 12 éve tartok ilyen képzéseket. Ugye mit tartottam régen a vezetőknek? A megoldásokat, a módszereket. Most a megoldásokat, a módszereket főtevékenységben tanulják az emberek, tehát főtevékenységben tartom, illetve tartjuk és tanulják az emberek. Milyen módszerek, nézzük meg. Oké. Tehát ugye a házigazdáktól elhangzottak, hogy az életterületeink. Akkor nézzük, mik ezek az életterületeink. Az életterületeink az 10 terület. És ha ezen a területen, bármelyik területen nem boldogulsz úgy, ahogy szeretnéd, akkor az kihat a többire is negatívan. Ha bármelyik területet javítasz, tehát a működését javítod, vagy azon a területen a működésedet javítod, az kihat pozitívan az összes területre. Tehát ezért ugye ez egy kulcskérdés, hogy az ember ezeken a területeken hogy boldogul. És a módszereket ezekre a területekre adok. Tehát az elmúlt 12 évben az élet és az ember működésével kapcsolatban, hát pedig az elmúlt 12 évben körülbelül olyan 50 ezer emberrel kerültem kapcsolatba, közvetlenül vagy közvetve, és olyan kérdést nem tudtak föltenni az élettel kapcsolatban, és az ember működésével kapcsolatban, amire ne tudtam volna választ adni, mondjuk pár percen belül. És nem azért, mert olyan okos vagyok, ne értsétek félre, hanem azért, mert van egy olyan kapcsolatom fentiekkel, akik megadják nekem a választ. Még akkor is, ha én a választ nem tudom.
pedig sokszor volt olyan, hogy nem tudtam a választ, és mondom, pár percen belül, az azt jelenti, hogy olyan régebben max. 5 percen belül, most max. ilyen 2-3 percen belül megkapom rá a választ, legrosszabb esetben 2-3 percen belül, és ez azt jelenti, hogy minden olyan dolog, aminek mondjuk nem tudsz utána nézni az élet és az ember működésével kapcsolatban, és az kérdésként fölmerül, arra fentiek tudnak rajtam keresztül válaszolni. Na most ez egy elég érdekes képesség, ugye több hasonló képességem van, ez az egyik ilyen képesség, amit kaptam, tehát ezek a képességek régebben nem voltak, tehát ezeket kaptam, ezeket a képességeket, és ezáltal van az, hogy az elmúlt 12 évben, mióta ezt főtevékenységben csinálom, hogy embereket képzek, azóta az emberek nem tudtak olyan kérdést föltenni az élet vagy az ember működésével vagy a saját életükkel kapcsolatban, amire ne tudtam volna megoldás választ adni. Tehát nyilván van egy probléma, arra kell megoldás, és a megoldást, ha nem tudtam, akkor is elküldték. És lényeg az, hogy ugye ebben a tudásban a második részben jelenik meg ez a tudás, és ott vannak a módszerek. A második rész az nem díjmentes, azt kizárólag a tanulók vehetik igénybe. Ugye bizonyára tapasztaltátok azt, hogy a Földön vannak fizetős képzések számtalan, ahol van, ahol szakmát tanítanak, van, ahol mit tudom én, személyiséget fejlesztenek, van, ahol bármi olyan tudást adnak át, ami éppen neked szükséges. Na most nem tudom, tudod-e, hogyha mondjuk személyes tudást akarsz kapni valakitől, tehát személyes tudást, tehát az azt jelenti, hogy egy az egyben képez valaki téged, akkor az mennyibe kerül? Hát így van, az óránként általában 10.000 forint alatt már nem úszod meg, tehát óránként. Nem tudom, tudod-e, hogyha csapatban képeznek, akkor az óránként, az olyan tudás, amiben benne vannak a módszerek, az óránként mennyi? Tehát nem motivációs képzés, hanem módszerek. Tehát, hogy ilyen problémára ilyen módszer, erre a problémára ez a módszer, erre a problémára ez a módszer. Körülbelül mennyiért képeznek csapatban? Tehát ugye azt mondjuk olyan 3000 forint alatt óránként nem kapod meg. Oké? Tehát az a minimum. Ha ez alatt kapsz képzéseket, akkor az nem módszereket ad, hanem motivációt. Érted? Ahol elmondják azt, hogy te milyen ügyes vagy, mennyire meg tudsz csinálni dolgokat, csak higgy magadban. Jó? Ez a lényeg az ilyen típusú képzéseknek, ahol gyakorlatilag kapsz egy... A motiváció az fontos, csak az nem módszer. Mert a motiváció az, mikor hazaérsz és találkozó negatív emberekkel, abban a pillanatban elmúlik. Oké? Az a baj, mert ha nem találkoznál negatív emberekkel, akkor semmi gond nem lenne, de ugye mivel az ember találkozik negatív emberekkel, ez elmúlik. Na most nálunk a képzéseink az úgy vannak kikalkulálva, hogy bárki számára elérhető legyen, és ez az elérhető ár, mondanám, hogy mennyi az értéke a képzéseinknek. 30 óra képzésünk van egy hónapban, annak az értéke, piaci értéke, kb. 150 ezer forint. Tehát máshol ez alatt te nem kapnád meg ezeket a képzéseket. És nálunk ez első hónapban 19.700 forint, akciósan, a második hónaptól pedig 9.800 forint. És ráadásul még árgaranciát is adunk 35 hónapra, akciósan erre a 9.800 forintra.
Ugye, mert időnként van áremelés. És akkor rád az az áremelés nem vonatkozik. Na most akkor nézzük meg, hogy miért is tartjuk ezeket a képzéseket. Engem mindig érdekelt az, hogy hogyan működik az élet és hogyan működik az ember. De ezzel kapcsolatban sokáig nem kaptam semmilyen tudást, nem tudtam hozzáférni semmilyen tudáshoz. Legelőször a 90-es évek elején sikerült valamilyen formában ehhez hozzájutni, ez az információkhoz, de ez egy nagyon széles információ. Tehát például 12 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem az ilyen típusú képzéseket, akkor másfél év alatt körbe ment a képzés. Másfél év alatt. Most 4 év alatt nem megy körbe. Tehát 4 év alatt nem megy körbe. Tehát most egy témát már a jövő hónaptól 7. hónapja csinálunk, és van 25 témánk. Tehát 25. Jó, hát nem feltétlenül ilyen hosszúak a többiek. Jó, ez most az egyik leghosszabb témánk, amit eddig tartottam életemben. Tehát például ezt, amit 7. hónapja lesz jövő héttől, hogy csinálunk, ez ugye először 1 hónapos volt, utána 2 hónapos, most éppen 7 hónapos. De nem biztos, hogy 7 hónap alatt végzünk, csak úgy mondanám. Na szóval a lényeg az, hogy az információ folyamatosan bővül, tehát van egy olyan képességem is, kaptam egy olyan képességet, hogy előadás közben, képzés közben kapok információkat. Sőt, ha például megfogalmazódik benned egy kérdés a működéseddel, az élet működésével, vagy az ember működésével kapcsolatban, akkor nekem megküldik a választ, úgyhogy nem is mondtad ki a kérdést. Oké? Elég érdekes, de elég hihetetlennek tűnik, de ez van. Na szóval lényeg az, hogy minden olyan dologra, ami az életben gondot, problémát jelent, arra van megoldás. És arra át tudom adni a megoldást. Érted? Tehát arra átküldik a megoldást, ha én nem tapasztaltam meg. De azért mondanám, hogy sokkal többet tapasztaltam életemben, mint egy átlagember. Mert sokkal több olyan helyzetben voltam az életemben, ahol tapasztalhatok, és azért gondoljuk végig, 30, azt mondja, hogy mennyi, tehát 87 óta, az nem tudom hány éve, 36 éve, igen, 35. 35 éve kezdtem el az emberekkel való foglalkozást. Tehát 35 évvel ezelőtt. És ugye vezetek embereket 93 óta. Tehát ugye az sem most volt, és tanítok embereket 93 óta. Szóval a lényeg az, hogy ezáltal ugye kicsit több, ja, és van saját csapatom 91 óta. Jó, azt is azért. Tehát saját csapat. Ugye most, amit csinálunk, ezt coachképzésnek hívjuk, nem ezt az első részt, a másodikat. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, mi értelmezésünkben, egyébként egy szakma, ezért bizonyítványokat és diplomát is adunk ki ebben a kapcsolatban. És tudomásom szerint a bolygón nincs olyan coachképző ember, aki olyan széles körben tud coachképzést átadni, mint amilyen széles körben én át tudok. Jó, tehát a coachok, a coach képzéseket folytató emberek, azok általában sokkal szűkebb tartományba tudnak átadni képzést, mint amire én képes vagyok. Na most, de ez most nem dicsekvés, csak hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal. Na most, de miért kell ezeket csinálnom? Tehát nem ez a célom. Nekem nem ez a célom. Nekem a célom az a küldetésem.
És ugye akik itt tanulnak, azok tudják, hogy mi a küldetésem. Tehát én azért születtem erre a bolygóra, hogy olyan tudást és képességeket adjak át az emberek számára, amely által elindulnak egy olyan fejlődési úton, hogy visszakerülhessenek oda, ahonnan jöttek. Na honnan jöttetek? Honnan jöttünk? Egy magasabb létformából. Ez a magasabb létforma, ez az emberiség számára, az emberiség nagy része az angyali létformából jött. Egy kisebb rész, a nagy részhez képest jóval kisebb, pedig isteni létformából jött. Ami azt jelenti, hogy az angyali létforma is egy isteni létforma, csak annak egy kezdeti szintje. Oké? Tehát odafönt van egy hierarchia, amelynek az angyali létforma az legelső lépése. És utána még van 6 szint fölfele. Tehát utána még 6 szint fölfele. És ugye a legtöbb ember, aki itt van, mint lélek, angyali létformából jött ide a bolygóra. Oké? És ráadásul a legtöbb ember, aki a bolygón van, az az utóbbi 100 évben inkarnálódott a bolygóra. Na most, sose olvastam avval kapcsolatban információkat, hogy hogyan jött létre a világegyetem, de pontos információim vannak erről, hogy az egész világegyetem hogy jött létre. És például hogy indult el maga az élet a világegyetemben, és erről már tartottam képzést. Jó, tehát lényeg az, hogy te egy olyan lény vagy emberként, amiben van egy olyan szellemlény, amely egy energialény, amely halhatatlan. Halhatatlan. Tehát a lelkünk az elpusztíthatatlan. Oké? Okay? Ugyanis az energiát azt nem lehet elpusztítani. Az energia az max átalakul, de a lélek még átalakulni sem tud. Oké? És ez az energialény, ami benned van, ez közvetlenül a teremtőből származik. Oké? És minden lélek, ami a világegyetemben van, az mind magából a teremtőből lett, tehát a teremtő választotta ki magából azt a lényt, aki most az értelmes lény. Na most vannak más lények is a világegyetemben, amely nem lélek alapúak, de energiából vannak, és a lelkek hozzák létre, ezt úgy hívják, hogy démon. Oké? Tehát a démonok azok nem olyan energialények, mint mi vagyunk. A démonok azok az energialények, az lelkek által létrehozott, hát ilyen mű energialények. Érted? Gondolkodni nem tudnak, csak parancsot végrehajtani. Tehát ez a különbség. A lelkek tudnak gondolkodni. Oké? Okay? Az értelmes lények és a lelkek. Tehát mint lelkek tudnak gondolkodni. Ezt most azért mondtam el, hogy tisztában legyél azzal, hogy honnan jöttél. És miért vagy itt a Földön? A Földön azért vagyunk, hogy ne jussunk oda, mint amihez, mint akik hozzájutottak ahhoz a dolog, odáig jutottak, a fejlődésükben odáig jutottak, mint például akiről az emberiség tud, ez pedig Lucifer. Luciferről tudhatni azt, hogy
angyalokat gyűjtött maga köré, és szembe fordult a Teremtővel. És azért, hogy ez többet ne forduljon elő, azoknak a lelkek részéről, akiket utána hozott létre a Teremtő, tehát később, mint Lucifer, és később, mint ez a fajta működése volt Lucifernek, azok a lények ne járjanak, tehát azok az energialények ne járjanak úgy, mint ahogy Lucifer és a társai jártak, hogy szembefordulnak a Teremtővel. Ezért a lelkeket elkülönítették két bolygóra, az egyik a Föld, és ezt a bolygót, amit ismerünk a Föld, ezt a bolygót arra lett tehát létrehozva, akkor még az univerzum célén volt egyébként ez a bolygó, arra lett létrehozva, hogy egy ilyen óvodaszerű, óvodaiskolaszerű működést hozzanak létre, ahol felügyelet mellett fejlődnek valamilyen szinten. De mivel a maga a lélek az egy tudatos energialény, ezért, és mivel gondolkodik, ezért ugye szabad akarata van. Tehát minden gondolkodó lénynek szabad akarata van. Azoknak a lényeknek, amelyeknek nincs szabad akarata, állatok például, azoknál ugye más a helyzet, mert ők nem tudnak gondolkodni. Tehát egy olyan lény, amelyik tud gondolkodni, az szabad akaratú. És ezáltal, mivel szabad akaratú, maga dönti el azt, hogy akar-e fejlődni, vagy nem akar fejlődni, vagy azon belül mennyire akar fejlődni. És ha egy lény fejlődik, akkor bekerül egy olyan társadalmi formába, ahol gyakorolhatja ezt a magasabb fejlettségi szintjét, majd onnan tovább kerülve visszakerül oda, abba a létformába, amiből jött. Tehát, hogy tiszta és világos legyen, itt a Földön mi emberek, mivel törölt tudattal születik le a lelkünk, ezért nincs tudásunk olyan dolgokban, amiben lett volna, vagy lenne, ha nem törölték volna. Például olyanban, hogy hogyan lép ki a testedből. Ugyanis a testünk az egy eszköz a lélek számára. És odafönt, amíg fönt voltál, mint energialény, a testedből szabadon járkáltál ki, és nem emberi testről beszélünk, mert ugye lényegesen abban különbözik a fenti lények, vagy akár a lenti lények, ugye a fenti az azt jelenti, hogy pozitív gondolkodásúak, tehát pozitívan működnek, magas rezgésűek, a lentiek pedig alacsony rezgésűek. Tehát abban különbözik, hogy ők a testüket nem állandó jelleggel használják, hanem azt jelenti, hogy nem gyerekkorba léptek be a testükbe, hanem felnőtt testbe léptek be, és bármikor ki tudnak lépni a testből, ha nincs rá szükség. Miért kell a testükből kilépni? Mert a testnek kell hordozó eszköz. Tehát a test az nem tud az univerzumban hordozó eszköz nélkül közlekedni, mivel anyag. Az anyaghoz hordozó eszköz kell. Tehát az anyag az nem tud szétbomlani, és felépül, mint a filmekben látod, és felépülni, mit tudom én, 10 fényévnivel arrébb. Oké?
Ez azt jelenti, hogy el kell vinni a testet mondjuk a 10 fényévnyi távolságra. Azt lehet persze csinálni, hogy sokkal gyorsabban lehet közlekedni, mint amilyen módon mi ismerjük a közlekedés sebességét. De akkor is nem egy gondolat pillanat alatt. Na most viszont a lelked az az univerzumban tudna közlekedni egy pillanat sebessége alatt. És nem 10 fényévnyire, hanem akár 10 000 fényévnyire. Érted? Na most, de ahhoz kell a test a lelkeknek, a fenti lelkeknek, meg a lentieknek is, meg nekünk is embereknek, ahhoz kell a lélek, hogy képes legyél, a test, hogy képes legyél létrehozni mondjuk egy szerkezetet, vagy egy vegyületet. Az anyag létrehozásához milyen anyag? Ami a periódusos táblázatban látsz anyagokat, az elemek úgy hívtuk, emlékszel? Például ugye ott kezdődik, hogy hidrogén, majd jön a hélium, stb. Stb. Vasrész, stb. Ezeket az anyagokat, ezeknek a létrehozására nem kell test, ez bőven elég egy lélek, de ezeknek az összegyúrására, hogy abból mondjuk egy vegyület jöjjön létre, ahhoz már szükség van egy testre. Sőt, ha készülékeket kell létrehozni, ahhoz még inkább szükség van testre. Világos ez? Ezért ugye szükség van a testre, a világegyetemben mindenütt a lelkeknek, de nem feltétlenül arra, amire az ember gondolja. Oké, most gondold végig, ha úgy élhetnéd az életedet, hogy kibe járhatnál a testedbe, eleve sokkal hosszabb életű lenne a tested. Miért? Mert addig, ameddig kilépsz belőle, addig a test alszik. És le van lassulva teljesen az élet funkciója, és ezáltal sokkal lassabban öregszik. Világos ez? Tehát egy lelassított életfunkció az öregedést is lassítja. Tehát például itt a földi létben, akinek a szívdobogása gyorsabb, vérkeringése nagyobb, stb., az rövidebb életű. Miért? Mert ugyanaz alatt az időszak alatt többet működött a szervezet. Érted? Tehát ha valakinek, de ugyanez a hőmérséklet is. Egy alacsonyabb hőmérsékletű ember, az tovább él, mint egy magas hőmérsékletű ember. Világos ez? Miért? Mert a magas hőmérsékletűben nagyobb, intenzívebb az égés. És ezáltal nagyobb a testnek az igénybevétele. Tehát ezért ugye nagyon egyszerű az élettartam, mert gyakorlatilag nekünk létrehoztak egy olyan testet, ami hát viszonylag rövid élettartamú, sőt a világegyetemben a legrövidebb élettartamú test, értelmes lényteste az emberi test. De ezért, mert az emberi test működése fel van gyorsítva. Oké? Miért kell neked mondjuk 60-at dobbannia a szívednek? Miért nem lenne elég, hogyha mondjuk 3-at dobbanna? Most képzeld el, mondjuk 3-at dobbanna a szíved percenként, akkor az azt jelenti, hogy 20-szor addig élne a tested. Nem tudom, elég világos voltam-e. Oké? Jó? Tehát csak egy példát mondtam el. Minek, ugye ennek a testnek, mit tudom én, 36-5-ös hőmérséklet. Minek? Minek ez a hatalmas égés benne? Érted? Hát azért, hogy hamarabb elégjen, hamarabb tönkre menjen. Tehát mit tudom én, mondjuk ha 32 fokos lenne a hőmérsékleted, hát legalább 40 évvel tovább élnél. Érted? Jó, tehát
Lényeg az, hogy nekünk direkt azért csinálták meg, hogy így működjön a testünk, megcsinálták, kikísérletezték, hogy így működjön a testünk, hogy viszonylag rövid legyen az élettartamunk. Tehát, hogy viszonylag rövid idő alatt sok dolgot éljünk meg, és utána törölni lehessen azokat az információkat, amit összegyűjtöttél, és akkor születhess újra. Na most, de miért születünk mindig újra? Mert nem teljesítetted azt a feltételt, hogy ne kelljen emberként újra születned. Érted? Tehát nem teljesítetted azt, hogy mehetsz az isteni létformába vissza. Nem teljesítetted a küldetésedet. Eleve ott kezdődik, képzeljétek el, hogy ugye pont ezt tanuljuk most, aminek része, hogy mi egy egyén küldetése. Része, amit most tanulunk, ezért ilyen hosszú ez a téma, hogy hetedik hónapban megyünk, hogy milyen energiákkal rendelkezünk mi emberek, milyen energiákkal születtünk, milyen energiákat hozhatunk létre, milyen a energiák tartoznak a személyiségünkhöz, stb. Stb. Most ezeket tanuljuk pont, és ennek része az, hogy mi a küldetésed, a küldetésed. Ez mi a leginkább alkalmas feladat, amit végezni kellene, hogy elérd a küldetésedet? Érted? Pont ilyen dolgokat tanulunk ebben a 7 hónapos periódusban, pont ezekről van szó. Energiákról, én nagyon szeretek az energiákkal foglalkozni. És lényeg az, hogy az emberek, azt látom, hogy fogalmuk nincs, mi a küldetésük. Fogalmuk nincs, hogy miért születtek le, fogalmuk nincs, hogy miért abba a családba születtek be, amibe beleszülettek, miért azt a családot választották ki, fogalmuk nincs. Fogalmuk nincs, hogy miért kellett pont azokat az élethelyzeteket megélni, pedig hót egyszerű dolgok ezek. És ezeket mind tudhatja az ember, és tudod miért jó ez? Mert onnantól kezdve nem bosszankodsz. Érted? Nincs bosszankodás. Miért? Mert tudod, hogy neked miért kellett azokat az élethelyzeteket megélni. Vagy ha kapsz egy élethelyzetet, akkor miért kell a jelenben azt az élethelyzetet megélni, és fogod és nem bosszankodsz, mert azon bosszankodik az ember, amit nem ért. Érted? Mindig így van, hogy azon bosszankodunk, amit nem értünk. Például egy másik ember működését nem érted, és bosszankodsz, hogy miért csinálja azt, amit csinál. De ha értenéd a működését, akkor nem bosszankodnál rajta. Érted? Ugye én tanultam ezt a témát, hát ezt általában ugye átadják azt a témát, mit tudom én, mondjuk 60 óra alatt. Én meg már tartok, azt mondja, hogy 6x3, 180 óránál. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy közbe adják az információkat. Na szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és akkor a fentieknek ez, ami most van itt a bolygón, másfél millió éve, az egy, mondhatnánk azt a mi nyelvünkön, hogy kísérlet. Tehát ez egy kísérlet. Tehát az a kísérlet célja, hogy minél több ember jusson vissza a fenti létformába, de hogy kell visszajutni a fenti létformába? A fenti létforma az abszolút szeretet alapon működik. És null érzelmi alapon. Érted? Tehát nincs érzelem. Minden tudatos döntés alapján történik. Tehát minden döntés tudatos alapon történik, érzelem nélkül odafönt. Oké? Na most ehhez képest megnézzük itt emberek, hát elég jól befolyásol minket az érzelem, nem? Nem kicsit? És ugye azt kell megtanulnunk, hogy ne tudjon az érzelem befolyásolni minket. Nyilván ez nem így működik, hát nem egy egyszerű dolog. Főleg azért nem, mert elnyomás van.
Na most akkor mondok példát, jó? Tehát fönt vannak olyanok, hogy összetűzésbe kerülnek az alacsony energiájú lények a magas rezgésű lényekkel. És amikor összetűzés van, akkor ahhoz hasonlítsd, mint a háborúkat. Jó? Abban különbözik ettől egy kicsit a dolog, a hagyományos háborúktól, hogy nem csak technikai eszközökkel vívják, hanem mentális eszközökkel. És gondold végig, amikor, de a mentális eszközöket itt is lehet érzékelni a bolygón, csak úgy mondanám, hogy nem csak, tehát hogy mentálisan befolyásolják az embereket. Az emberek, tehát bizonyos emberek mentálisan befolyásolják az embereket az ő érdekükben. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy amikor mentális befolyás indítás van bármilyen téren, az sose a te érdeked, hanem az mindig annak az érdeke, aki a mentális befolyást indítja. Világos ez? Na most ezáltal, mivel ez rád hat, mert mondjuk gyenge vagy, ez számodra elnyomás. És ez a világegyetemben mindenütt így van. Amikor az alacsony energiájú lények és a magasok energiájú lények harcolnak egymással, akkor ugye azt csinálják, hogy a mentális energiájukat, mert még igen magas mentális energiájuk van az alacsony rezgésű lényeknek is, próbálják ugye hatni a magas rezgésű lényekre. Oké? És ezáltal ugye a magas rezgésű lényeknek pedig ebben szemben ellen kell állniuk. Na most, ha valaki nem tud ellenállni, akkor hatnak rá, és abban a pillanatban, amint tudnak rá hatni, azt úgy hívják, hogy elnyomás. Érthető ez? Mert nem a saját akarata érvényesül, hanem egy másik lény akarata érvényesül az ő akaratával szemben. Világos ez? Na most ezt így, ugyanígy a bolygón megélheted kicsiben, hogy bizonyos emberek rád akarják erőszakolni az akaratukat, te ha hajlasz erre, akkor gyakorlatilag akármit csinálsz, akkor is elnyomásként fogod megélni. Érted? Ezáltal magának az embernek, mint léleknek meg kell tanulnia azt, hogy mit csináljon ezzel a mentális elnyomással szemben. Tehát mentális hatás és ezáltal elnyomással szemben. Na most, és ameddig ugye az ember nem tud ebben mit kezdeni, addig mindig ezt elnyomásként fogod megélni. Hát ha valaki például nem élte meg azt elnyomásként, hogy beoltatta magát, hát akkor ez, akkor valami nagyon messze áll a tudatosodástól és a tudástól. Tehát minimum az, hogy mert be kellett magát oltatni, az minimum elnyomásként kellett volna megélni. Bárkinek. Érted? Miért mondom ezt? Nagyon egyszerű. Egy tudatos lény legalább azt megkérdezte volna, hogy akkor beoltatom magam, ha elmondjátok nekem, hogy mi van benne, amit belém akartok oltani. Világos voltam? És hány millió ember, vagy százmillió nem kérdezte meg? Mert beveszel egy gyógyszert, meg tudod kérdezni, utána tudsz nézni, hogy mi van benne, érted? És a gyógyszer átmegy a védő mechanizmusodon. Érted? Tehát a szervezeted, akár a gyógyszerben lévő, akármikkel szemben, valamilyen védekezést tud csinálni, mert ott van a nyálkártyád, ott van a gyomrod, minden ott van, érted? És védekezik, ott van a veséd, stb. Stb. Ott van az epéd, minden májad, védekezik, érted?
De amikor közvetlenül a vérbe beadnak valamit, akkor az ellen nincs védekezés. Világos voltam? Tehát minimum azt kellett volna csinálni az embereknek, hogy ócsatok be, de először mondjátok meg, hogy mi van benne, és mi mire jó, amiben benne van. Mert a gyógyszereknél ez így van. Világos ez? Pedig mondom, a gyógyszer szájon át veszed be, és védekezik a szervezet. Jó? Na most, tehát magyarul simán elérték a befolyás által az embereknek, hogy beoltassák magukat, úgyhogy ez eszükbe se jutott. Érted? Ha ez nem elnyomás, akkor mi a manó? Senki nem mondta el, hogy mi van benne. Senki. Ők se tudják, hát azért, hát aláíratták, hogy ők se tudják, mi van benne, persze. Így van. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy gondoljátok végig, hogy egy olyan világban élünk, ahol az emberek kapják az elnyomást. És addig, míg elnyomást kapnak az emberek, hát nem tudnak tiszta fejjel gondolkodni. Tehát elnyomás alatt nincs tiszta fejjel gondolkodás. Tehát nem lehet. Tehát nincs olyan ember, akit éppen elnyomnak, és tiszta fejjel gondolkodjon. Nincs ilyen, nem létezik. Az azt jelenti, hogy az embereknek meg kell tanulniuk azt is, hogy tiszta fejjel képesek legyenek gondolkodni. De ahhoz egy olyan fajta létforma kell, ahol nincs elnyomás. És az pedig az aranykor. Oké? Ami egy átmeneti korszak, ami volt, csak nem itt a bolygón, azok számára, akik a Földön például elérték azt, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban együttműködni másokkal. Mert az aranykor pont ezt jelenti, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében együttműködni másokkal. Oké? Miért? Ahhoz, hogy gyorsabb fejlődésen keresztül tudjunk haladni. Érthető ez? Tehát ha az ember nem kap elnyomást, mert nincsenek elnyomók, akkor az ember nagyon gyorsan tud fejlődni. De amikor elnyomás van, bármikor az életedben elnyomást kaptál, előtte hiába tanultál bármire megoldást, nem jut eszedbe a megoldás. Nem tudod használni a tudást. És ezért az embereknek a fejlődése, a hagyományos életű emberek fejlődése ilyen. Tehát hullámzik. Mikor elnyomást kapnak, elvesztik a tudást. Fölküzdik magukat, majd megint elnyomást kapnak, megint elvesztik a tudást. Ezáltal az ember a hagyományos életvitelből ki kellene lépni. Nem ezt mondom, hogy holnap, hanem minél hamarabb. Érted? Tehát ez mit jelent? A hagyományos életvitel az azt jelenti, hogy rád kényszerítik mások az akaratát. Érted? Ennyi. És az mindig, mikor rád kényszerítik mások akaratát, akkor azt elnyomásként éled meg. Nem csak te, mindenki. Érted? És ezáltal, amikor olyat élsz, hogy valaki rád kényszeríti az akaratát, akkor egyszerűen nem tudsz fejlődni. Ameddig az a hatás tart, nem tudsz fejlődni. Érted?
Ezért az embernek amennyire lehet, ki kellene lépnie előbb-utóbb abból a fajta működésből, ahol rád kényszerítenek dolgokat. Érted? Ezért van például ez a közösség, mert ebben a közösségben akár el tudod azt érni bizonyos idő alatt, hogy ne kelljen mondjuk alkalmazottként vagy hagyományos vállalkozóként dolgozni. Érted? Tehát, hogy ne kapj elnyomást ugyanúgy, mint alkalmazottként kaptál. Ami azt jelenti, hogy tökéletesen nem lehet az elnyomást kiküszöbölni, de akkor is itt meg tudod tanulni azt, hogy hogyan kezeld az elnyomást. Érted? De azt lehetetlen kezelni, hogyha te rendszeresen kapsz elnyomást. Érted? Naponta, akár többször. Azt lehetetlen. Miért? Mert egyszerűen nem tudsz arra a szintre eljutni, arra a tudatossági szintre, hogy ebben jól tudjál működni az állandó elnyomás miatt. Érted? Amiatt, amit elmondtam az imént, hogy amikor elnyomást kapsz, elveszted a tudást. Tehát mit tudom én, tanulod, hogy hogy kell kezelni mondjuk az elnyomást, de mondjuk 2 óra múlva már elnyomást kapsz. Érted? És hiába tanulod, tehát minden tudást tudod jól, hogy gyakorlással lehet elsajátítani. És ha egyszerűen csak elnyomás hátán kapsz, akkor hogy gyakorlod azt, hogy szépen fokozatosan kezeled az elnyomást? Mert ahhoz, hogy kezeld az elnyomást, tudatosnak kell maradni. De ha elnyomást kapsz, nem tudsz tudatos maradni. Nem tudom, érted-e? Tehát olyan, mint a csöbörből vödörbe jutnál. Tehát ezáltal az ember mit tud? Fokozatosság elve alapján szépen lassan kiépíti azt a jövedelmet, ami a megélhetését biztosítja, de nem találkozik elnyomókkal. Világos ez? És szépen lassan megszünteti azokat a kommunikációs csatornákat, ahonnan az elnyomást kapja. Érthető ez? De ez természetesen úgy csinálja az ember, hogy a törvényeknek teljesen megfelelő legyen. Világos ez? De ha az ember ezt nem csinálja, akkor a fejlődésed, mondom, ilyen lesz. Tehát nem ilyen, hanem ilyen. Érted? Tehát én azt látom sajnos, hogy azok, akik nem gondoskodnak arról, hogy szépen lassan kivonják magukat, vagy inkább fokozatosan kivonják magukat az elnyomók bűvköréből, nem tudnak csak egy bizonyos szintig fejlődni. Érted? És akkor utána így stagnálnak. Jó, tehát lényeg az, hogy ezáltal egy olyan közösséget hoztunk itt létre, ahol van egy megélhetés szolgáló jövedelem lehetőség is. Érted? Ami azt jelenti, hogy felső korlát nélkül. És mit csinálunk, mit dolgozunk, akik itt dolgozunk? Egyszer nagyon egyszerű. Tanulónak szervezzük az embereket. Megvan hozzá a módszer. Nem kell kitalálni semmit, jó? De nem kell fejjel a falnak szaladni, hanem nyilván a módszereket kell használni. Jó? Tehát lényeg az, hogy ugye én az emberek szervezésével elkezdtem foglalkozni 31 éve. Az nem most volt. És üzletkötéssel pedig már előtte 4 évvel elkezdtem foglalkozni, tehát 87 óta foglalkozok olyan dolgokkal, ami a szervezést jelenti. Oké? Okay? No szóval, és ugye mai napig is foglalkozok a szervezéssel, ma is szerveztem. Jó? Tehát lényeg, hogy lesz az aranykor, ekkora kell lenni. Tehát mondták, emlékezzetek vissza, ha visszaemlékeztek 2012-re, 2012-ben azt mondták, hogy évelején, hogy jön a világ vége. Emlékeztek? Méghozzá, hogy decemberben lesz a világ vége. Emlékeztek rá? És akkor megkérdezték engem, hogy mit csináljanak, hogy világ vége lesz. Mondom, semmit, megyünk tovább. De
tényleg világvége volt. Egy korszak vége. Érted? Mondtuk a telefont, nem? Egy korszak vége volt. Méghozzá egy olyan korszak vége, hogy lesz az aranykor, volt a vaskor, és most a kettő közt van egy átmenet. Még a vaskorhoz tartozik, de át kellene jutnunk az aranykorba. Az azt jelenti, hogy a tervek szerint, a fentiek terve szerint 2012. december 22-re legkésőbb, tehát mondhatjuk azt, hogy 2013. január 1-re legkésőbb itt aranykornak kellett volna lenni a bolygón. És mivel sok a jó ember a Földön, ezért nem törülték el az emberiséget. Oké? De egy feltétellel nem törölték el, hogy 2035-re, aki csak teheti, tanuljon, fejlődjön ahhoz, hogy képes legyen szeretetben, békében élni, és együttműködni képes legyen, és a többieket meg természetes halállal elintézik, akik nem hajlandók erre. Oké? Akik hajlandók, azok bekerülnek az aranykorba 2035-ben, és az egy átmeneti korszak lesz. Egy nagyon érdekes átmeneti korszak, ugye erről már nincs időm beszélni, de már beszéltem róla többször, és onnan még ebben a testben fogjuk megélni, és onnan pedig már nem jövünk vissza emberi létformába, ha csak nem jössz vissza segítőként saját akaratadból. De akkor már nem törölt tudattal jössz vissza, érted? Na most a törölt tudatról csak annyit, hogy minden tudást, amit létezett számodra, azt amikor felkerülsz a felső létformába, visszakapsz. Jó? Tehát a te lelked legalább 1,5 millió éves. Minimum. 1,5 millió év alatt azért sok mindent megéltél, és annak az összes tudását ugye elvették, mielőtt leszülettél, ide a Földre először, és utána elvették minden földi létednek a tudását, mire újra születtél. Tehát nem akkor veszik el a tudást, amikor meghalunk, hanem újra születésünk előtt. És lényeg az, hogy ezt a rengeteg tudást, ezt mind visszakapod a fenti létformába. De addigra meg kell tanulnod azt, hogy képes legyél teljes érzelem nélkül különbséget tenni a jó különböző fokozata között és a rossz különböző fokozata között, és ne akarj olyat tenni, ami ellentétes mondjuk a többség érdekével, csak most mondtam egy példát, érted? Vagy például ne tegyél olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennének, stb. Stb. Jó? Csak egy-egy példát mondtam. És ezt meg kell itt tanulni a Földön, ezért vagyunk itt, hogy ne jussunk oda, mint Lucifer meg a társulata, hogy nem tudta különbséget tenni a jó és a rossz különböző fokozata között. Világos ez? És szembefordultak a Teremtővel. Jó? No, úgyhogy várunk szeretettel, köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsi Miklósnak ezt a bámulatos első részt. Ismét betekintést nyerhetünk néhány elég komoly témában, ami majd a jövőben elkerülhetetlen lesz mindenki számára. Hát magunkról már beszéltünk az elején is. Itt arról is volt szó, hogy mit adott már a Nyílt Akadémia nekünk, de megint volt az előadásban is szó arról, hogy ki mit érhet el itt ugye a Nyílt Akadémián. Arra buzítok mindenkit, hogy menjen tovább az úton, hogyha már látott minket előadásban, mint Szedlacsi Miklóst, akkor nézzen meg több előadást, akkor is, ha nem tetszik elsőre. Mert hát, ha majd másodjára megtetszik, vagy harmadjára.
vagy talál olyan témát, ami jó betalál, és akkor már megy tovább. Ha már nézett előadást például YouTube-on, akkor keresse meg a weboldalunkat, ugye aranykor.net vagy pph.hu, be tud regisztrálni. Ha nem akar egyedül, keressen egy PPH-s mentort a Facebookon magának. Vagyunk sokan, aki szimpatikus, oda be tud csatlakozni. Ha ennél is tovább menne, akkor eljött ide személyesen, vagy elutalja a képzés árát, és elkezdheti a világ bármely pontjáról a képzést. Ez így van. Hú, de sok minden tartalmas információt elmondtál hirtelen. Én még azért egy pár szót elmondanék arról, hogy mi mióta itt vagyunk, hogy mi is az, amit kaptunk egy pár szóba, gondolatban, hogyha elmondanám, akkor nagyon sokáig itt ülhetnénk, hogy mennyi mindent kaptunk, és mi már itt. Mi már 7 és fél éve lassan, hogy itt vagyunk, és csodálatos volt hallgatni most a képzést, hogy valóban az itteni tudással tényleg már egy olyan életet tudsz élni, ahol az elnyomást tudod kezelni. Például ma is, mielőtt jöttünk ide, elmentem a boltba, és ott a vásárlók beszélgettek, és hallja az ember is, hogy hát milyen borzasztó ez a világ, meg hogy semmi nem jó. És tudjátok, olyan jó volt ezt hallgatni, és belülről azt a békét érezni, hogy ebben a világgal semmi baj nincsen. Csak az, hogy az emberek nincs meg a megfelelő tudás hozzá. Szokták tőlünk kérdezni, hogy hogy tudunk milyen tudatosan élni. És ezt meg azt tudom mondani, hogy azért tudunk, mert mi mindig foglalkozunk ebben a dologgal. Tehát a képzések itt rendszeresen megvannak. Tehát szerda, vasárnap, a csapatunk megvan és tartunk klubot. Mindig foglalkozunk vele, és benne van az életünkben, és ezáltal tudjuk teljesen átformálni az életedet, tehát ez az életünk. És azáltal, hogy megvan a megfelelő tudás, azáltal tudunk változtatni. Persze azért vagyunk itt, hogy beépítsük azt a tudást, amit kapunk, információt Miklóstól. És én azt mondom annak, aki már rég hallgat minket, és eddig még nem vált tanulóvá, gyertek és hallgassátok meg személyesen, milyen is itt a közösség, aki el tud jönni, jöjjön el itt Budapesten a képzésekre, és tapasztald meg, hogy valóban egy olyan közösség, ahol megkapod azt a tudást, amivel tényleg egy sokkal boldogabb életet tudsz élni. Így van. Azt is lehet mondani, hogy ugye olyan tudás, amiről nem is tudtad, hogy van. Hogy egyáltalán ilyet lehet tanulni bárhonnan is. A szünet után személyiségfejlesztő 6. hónapban vagyunk ugye a képzésünkkel. Melyen a lehetőséged van, akkor várunk szeretettel. Ha viszont úgy látod, hogy egyáltalán nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most 30 perc szünet fog következni, pontosan 19:50-kor kezdjük a második részt. Köszönjük szépen! Köszönöm.